30 éves fémcsöveket szereltek ki az Oladi úszoda gépterméből, a vegyszerek miatt már teljesen elhasználódtak. Ilyen korszerű PVC csöveket építenek be helyettük. Továbbá automatát helyeznek üzembe, így ezentúl nem kézzel kell végezni a vegyszerek adagolását. A munka július közepén kezdődött, ez az első ütem, ami 15 millió forintból valósul meg. A második körben további 25 millió forintból terveznek modernizációt. Ez a pályázati kiírás azonban még nem jelent meg. Szeretnénk a víz magasság állítását is modernizálni, tehát a 90 centiről 120 centire, és ennek a puffer tartájának, ennek a csővezetékének kicserélése, illetve szivattyúcsere lenne a második ütem majd. És ezzel megvalósulhatna egy ilyen komplex felújítás. A 18x10 méteres tanmedencét mások mellett az Oladi általános és középiskola diákjai, valamint a város óvodái használják úszásoktatásra. A Szombathelyi Sportközpont Sportiskola non-profit Kft. Úszó szakosztálya is délutánként tanfolyamra, illetve majd, hogyha a modernizáció befejeződik, edzésekre is szeretné használni ezt az úszodát. A fejlesztéssel gazdaságosabbá válik az úszoda működtetése. A munka augusztus 31-én fejeződik be, így tanévkezdésre újra használható lesz a medence.